A pályaorientációs napról közös sajtótájékoztatót tartott Dömötör Csaba, a Tolna vármegyei szakképzési centrum kancellárja, és Beréti Zsolt, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. A cél egy olyan majális jellegű program megvalósítása, amely a családok minden generációját megszólítja, játékos szórakoztat, ugyanakkor segít az érdeklődések, képességek, lehetőségek felmérésében. A mi 8 iskolánk mindegyike kint lesz, a Déli Agrár Szakképzési Centrum 2 iskolája kint lesz. Mi olyan programokkal készülünk, ami nem bemutató jellegű, hanem VR szemüvegek, lézerlövészet, robotprogramozás, robotokkal játék, különböző szimulációs eszközeink vannak, például vasutai berendezéseket szimulálunk, akár egy váltókezelést, akár egy mozdonyvezetést tudunk szimulálni. Közel 20 duális képzőhely is vállalta a bemutatkozás lehetőségét. A duális partnereink készülnek különböző egyéb dolgokkal, mint például hoznak autót, ami majd kerékcsereverseny lesz, vagy festeni lehet, és ez a festés ez most nem egy hagyományos vászonra történő festés, hanem különböző szobafestési technikák, vagy akár fafestési technikák jelennek meg, de megjönnek a szépész tanulóink is erre a napra, ahol arcfestés lesz, gyerekek is kipróbálhatják mindezt, egy kicsit a fodrászkodást, a sminkelést. A közlekedés biztonság érdekében a Talmácsi Minimotor program is ellátogat a rendezvényre. Beréti Zsolt kiemelte, nagy mértékben fontos a szakképzési centrummal való együttműködés. És azt gondolom, hogy amellett, hogy a hétköznapokban nagyon sokat dolgozunk, akár a felnőttek, akár a tanulóknak a duális képzésében, az mellett ez a rendezvény például pontosan arról szól, hogy azok a kisgyerekek is, akiknek van valami elképzelésük a jövőjükről, nézzék meg azt, hogy ez a valóságban mit jelent. Én például mozdonyvezető akartam lenni 8 évesen, és most lehet, hogy ki is fogom próbálni ezt a VR szemüveges mozdonyvezetős történetet. Az elnök hangsúlyozta, számukra közös küldetés, hogy a szakképzés presztízsét visszaszerezzék. Az egy évtizedes probléma, hogy a szakképzést úgy állítottuk be, mintha a szakmunkások, a szakképzésben résztvevők, azok a dolgozók, akiknek szakmájuk van, mintha ők nem lennének valamiért olyan értékesek a piacon. Most lehet látni ennek az eredményét, amikor egy szakembert keresünk, és amikor nem találunk egy olyan könyvest, aki nem tud függőlegeset meg vízszinteset építeni. Most látszik azt, hogy ennek a képzésnek egyébként milyen hátrányai voltak az elmúlt időszakban, és ezért tartjuk egyébként közösen fontosnak a szakképzési centrumon azt, hogy ezt a presztízst visszaépítsük. Az eseményt a szervezők hagyományteremtő szándékkal kívánják megrendezni.